szépen. Pápló. Hihetetlen, hogy én itt vagyok mostan. 80 évre rá. Nagyszüleim, tehát innen vitték Auschwitzba. Nem csak őket vitték, Lajost és Fánit, hanem két lányukat, Geiger Erzsébet, Geiger Rózsi, apámnak a nővére és a húga. Édesapám, aki már 76-ban meghalt, 73 évesen, ha ezt látná, hogy ezt csinálom, vagy adna egy popot, hogy minek kell ezt csinálni, vagy meg van örülve. Nem tudom. Apám nem jött vissza Győrbe, soha a világháború után. Egyszer visszajött, és Malthausenban, amit túlélt, Spitzer Ferivel együtt, Olga lánya itt van most velünk, és megtudták Feri is, meg az én apám is, hogy a szüleiket többet nem látják, és a testvéreiket, mert ők gázosítottak Auschwitzba. És aztán apám följött Pestre, anyám élve maradt, de soha többet nem jött Győrbe. A Mensch International Foundation alapítója elmondta, ezt a botlató követ az alapítvány nem csak a személyes érintettsége miatt állította, hanem hogy emlékezzünk, ilyen szörnyűségnek soha többé nem szabad megtörténnie. Amikor a hétköznapok démonjaival való küzdelmünket éljük, és az idő vasfoga a felejtés útjára terelné az életünket, akkor ezen az úton, a felejtés útján haladva, megbotlunk a botlatókőbe, és felkapjuk a fejünket. Álljunk meg egy pillanatra, és emlékezzünk, ahogy Salamon András filmjében a vészkorszakot túlélő kislány öregasszonyként újra meglátja a terror árnyait. Gátat állítunk a felejtés útjába. Megbotlunk egy botlatókőben, és a terror fog elesni. Dr. Lackovics Takács Tímea, alpolgármester, elmondta, Győr városunkból a holokauszt idején 5-6 ezer embert hurcoltak el marhavagonokban, a haláltáborokban. Közülük mindössze 700-an térhettek haza Győrbe. Az itt élő zsidóságnak nagy szerepe volt a város életében, hiszen iparának jelentős a részét ők hozták létre. Szerették a várost, és sokat tettek annak fejlődéséért. A háború kitörése alapjaiban változtatott meg mindent. Az addig békében egymás mellett élők között is fellobbant az ellenségeskedés és a gyűlölet, mely népirtáshoz vezetett. Ez borzalmas, elfogadhatatlan. Azért kell emlékeznünk, hogy tanuljunk mindenből, abból, ami jó volt, s abból, ami gonosz volt. Tóth István Konstantin atya, a Cucor Gergely Bencés katolikus iskola igazgatója elmondta, hogy zsidók és keresztények, katolikusok békében éltek egymással itt Győrben, amíg nem jött az őrület. Nagyon fontosnak tartja, hogy az oktatásban megtanítsák a diákoknak, hogy pontosan mi történt Magyarországon azért, hogy ez többé senkivel ne történhessen meg.
minden embert tisztelni kell. Azok, akik jót tesznek másokkal, mentsek. Erre tanítják a katolikus iskolában is a fiatalokat. Sándor Virág a Mencs Alapítvány igazgató tanácsának tagja, Brüsszelből jött Magyarországra a rendkívüli eseményre. A botlapókőnél elmondta, hogy győri születésű lévén ő is itt járt iskolába, sőt a későbbiekben itt tanította a gyermekeket angolra. Fontosnak tartja, hogy ez a botlató kő a felejtést útjába álljon, és soha, de soha ne történjen meg ez a szörnyűség.